Emlékeznek a kézilabdás fiúk Izland elleni elődöntőjére, majd Fazekas Nándor és Zubai Szabolcs örömére, Pars Krisztián önfelett ordítására, Berki Krisztián megkönnyebbült arcára az aranyatérő lógyakorlat után. Ha újra átélnék az izgalmas perceket, megtehetik a Nemzeti Múzeum kiállításán január 13-áig. Csak a magyar fotósok több tízezer fényképet készítettek, ebből a 88 legjobbat nézhetjük végig. Úgy gondoltam, hogy nagyon jó lenne csinálni egy olyan kiállítást, ahol a legjobb fotókból még egyszer végignézheti mindenki azt, hogy miken bosszankodott, mikor örült, és igazából egy-egy ilyen kimerevített pillanatban ilyen sokkal több benne van, mint egy mozgóképben, ahol hirtelen tovább megy a mozgókép, és mondjuk azt az idegességet, vagy azt a dühöt, vagy örömöt nem látjuk tovább. Tóth Tamás, aki az idei paralimpián 2 ezüstöt is szerzett gyorsúszásban, otthonában egy montást készítene a fotókból. Ezek a képek nagyon jól mutatják, hogy milyen érzelmeket tud kihozni az emberbe egy olimpia, és akinek sajnos nincs lehetősége részt venni, mint néző, vagy mint versenyző, annak mindenképpen ajánlom ezt a kiállítást, mert tényleg itt egy kicsit talán azonosulni tud ezzel a szellemmel. Tomi most egy hosszabb pihenőn van túl, de már a jövő nyári kanadai világbajnokságra készül. Kedvence az a kép, ami Gyurta Danit örökíti meg akkor, amikor kiderül, övé a 200 méteres mellúszás legjobb ideje. Maradva a vízben, az olimpia legnagyobb magyar meglepetését kétségkívül Risztovéva okozta. A maratoni úszás aranyérmese egy kajakkenu döntővel megegyező időben úszott. I.S. Tibor volt az egyetlen magyar fotós Éva beúszásánál. A kint dolgozó fotográfusok, magyar fotósoknak a színája van mindenki, az a kajakkenun volt kint, ami másfél óra buszozás oda, másfél óra buszozás vissza. Nekem jutott a Risztovéva, és mint egyedüli magyar fotósként nekem sikerült megörökítenem azt, hogy ő győztes lett. Egy fényképésznek egy nap akár 3-4 helyszínre is el kell jutnia, de a hírverseny miatt gyorsnak is kellett lenniük. Volt olyan birkózó döntő, ahol igenis 2-3 percen belül képet kellett produkálnunk. Tibor több ezer felvételt készített, ebből 600-at küldött haza 2,5 hét alatt. A Magyar Olimpiai Bizottság fotográfusa a gyengébb nem képviselője, de nem zavarták a fizikai nehézségek. A felszerelés az nekem is ugyanannyi, mint a többieknek, viszont a karom azért az kicsivel vékonyabb, de nem probléma, mert egyszerűen, amikor ott vagy egy versenyen, akkor nem érzékeled azt, hogy most nehéz a felszerelés, vagy nem, hanem inkább az van benned, hogy úristen, magyar érmek, sikerek, és egyszerűen nem veszed utána azt figyelembe, hogy most nehéz, vagy nem nehéz. Az egyik legismertebb olimpiai képről Anikónak érdekes története van. Az olimpia előtt pár hónappal volt az Európa-bajnokság, a Rudiék aranyérmet nyertek, és akkor készült egy kép, Tumber Cidi készítette azt a képet, amikor a Rudinak bent van a szemébe az aranyérem, ugyanilyen pozícióban. És akkor találkoztunk kicsivel később a Rudival, és mondtam, milyen jó lett ez a kép. Figyelj, Rudi, hogyha olimpián kint leszünk, akkor megcsináljuk ugyanezt a képet aranyéremre. És akkor mondta, hogy jó, oké, rendben van. Ha megnyerjük, akkor rendben van, megcsináljuk. És amikor lejöttek a dobogóról, akkor szóltam neki, hogy Rudi, akkor a szokásos képet csináljuk, és ezért lett ez a kép. Az egyik országos napilap fotósa már negyedik olimpiáját töltötte kattingatással, Péter talán túlzottan maximalista. 10%-ában van talán az, amikor elmutatom magamról, hogy olyan képet készítettem, ami nekem is igazándiból tetszik. A kiállítás szervezőjének viszont épp az ő, Szilágyi Áron döntőtusát megörökítő alkotása a kedvence. Nagyon bátornak tartottam a Pétert, hogy mert kísérletezni az utolsó találatnál, és egy ilyen többszörös expozícióval játszani, és nagyon jól bejött. Van, amikor előre készülök, tehát megvan a fix dolog, hogy na, én ezt a képet szeretném megcsinálni. És az iskolában, ahol tanítom a fiatalokat sportfotorot, mindig el is mondom nekik, hogy csak úgy menjenek ki eseményre, hogy legalább egy fix kép van, amit előre kitaláltak, hogy na, ezt kell megcsinálnom. András a kemény legények víz alatti akciójának pillanatát is a szívébe zárta. Ha megnézitek, akkor igazából az egész csapat lement a víz alá egy fotográfia kedvéért. És akkor még nem lehetett tudni, hogy ez a fotográfia mennyire lesz jó, mennyire nem lesz jó. Fejes Mihályné két másik fotónál időzött a legtöbbet. A sok közül mondjuk kettőt szúrtam ki, ez az a lovas, amelyik leesett a lóról, és a pingpongozó, akinek az órán van a pingponglabda.
És végezetül az én kedvencem, egy kép az igazi magyar szurkolókról.